Ebben az esztendőben is benépesül az országzászló tér, a tradíció szerint a Szent István mézlovagrend hagyományos találkozóján bemutatkoznak a hazai és a Kárpát-medencei mézlovagrendek. Komolyan készültek a Fejér megyei méhészek. A megyéből 8 strandot állítottunk ki, a legjobb méhészek a legjobb termékeikkel állítanak ki, szaktanácsokkal, a méz jótékony hatásairól mindent el tudnak mondani az érdeklődőknek, vásárlóknak, kóstoltatnak, és mindenféleképpen a magyar méz hírnevét szeretnék öregbíteni. Nagy Gyula a Vármegye méhészdojenje idén is különleges és hagyományos mézeinek kivételes tárházát hozza el a találkozóra, amelynek alapja az a sok évtizedes munka és tapasztalat. A szokásos mézeket már kialakult, 25 éve mézkedem, tehát kialakultak a vándorhelyeink, tehát általában mindig ugyanazokra a helyekre megyünk. Elég sok helyre megyünk azért, hogy a választékunk meglegyen, mert mi az összes mézünket kiszerelve adjuk el. Nagy Piroska Sárkeresztősről érkezett a szarvasi szakember férjével, a különleges mézkínálat mellett a vásárlók örömére mézes kalácsi készítésben is jeleskedik. Rengeteg dolog van, amit ugye a méhészek előállítanak. Hát ugye én a mézből ugye mézes kalácsot készítek, ami nagyon széles körű, mert én mint kézműves terméket, tehát amit a vásárlók kitalálnak, vagy a kuncsaftjaim kitalálnak, azt én megpróbálom mindent megvalósítani. Az apró süteménytől kezdve a tortákig mindent. A találkozó szombaton és vasárnap vásárral, kóstolókkal, a mézlovagrendek felvonulásával, illetve mézlovagavatással folytatódik.